elmúlt percekben megtörtént a Hungária pályázatának eredményhirdetése. Mennyire voltál idén elégedett a pályázókkal? Nagyon, sőt egy picit jobban, mint tavaly. Fantasztikusak voltak a pályázók, a pályázatok is. A téma szerintem talán egy picit most több teret engedett a kreativitásnak, nem volt annyira beszűkítve, mint tavaly. Ugye tavaly a márkából, ugye a Hungária Pezsgőnek a kék színéből indultunk ki, most nem volt ilyen semmilyen megkötésünk, egyszerűen csak az, hogy mi az adott olvasónak a tökéletes randi szektor. Mi az, amit te férfiként és marketing menedzserként a leginkább szeretsz ebben a versenyben? Férfiként természetesen a jelentkező és a 25-ben bejutó hölgyeknek a szeme csillogása volt az, ami fantasztikus. Termék menedzserként természetesen a telített csarnok, tehát én úgy gondolom, hogy ezt fogjuk még a jövőben is folytatni, ezt a pályázatot. Ki lett végül a Hungária külön díjasa és miért őt választottátok? Nagyon büszkék vagyunk, és Kovács Zsófia lett a nyertesünk. Egy nagyon játékos, kicsit ilyen erősen színes ruhát prezentált, amit én, mint zsűritag, én azt mondom, hogy én nagyon-nagyon örültem volna, hogyha ha egy olyan lányjal tudok randizni, aki ebbe a ruhában jelenik meg, és nem is láttam az én szemszögömből jobb ruhát, mint a Zsófia. A Hungária Marie Claire pályázatán idén street style szetteket bíráltatok el. Milyennek találtad a felhozatalt? Nagyon nagy variáns volt a beérkezett pályamunkákban. Leginkább azt mutatkozott meg, hogy maguk a nők hogy szeretnének tetszeni egy férfinak. Tehát mennyire vagánynak akarnak inkább mutatkozni, vagy mennyire nőiesnek, romantikusnak, vagy esetleg megközelíthetetlennek, és így alakultak mégis a pályamunkák is. Az, hogy egy randevúra felöltözünk, szerintem elég alap, de amikor kimész divatszerkesztőként mondjuk az utcára, és látod szembejönni azokat a lányokat, nőket, akik folyamatosan kísérleteznek és keresik a stílusukat, mennyire látsz valóban izgalmas szetteket és outfiteket? Egyre izgalmasabb, hogyha kimegyek az utcára. Azt látom, hogy egyre kísérletezőbbek a nők, bátrabbak. Annyi, hogy vannak irányok, amiket szeretnek követni, és ezért egy kicsit egy idő után egyforma lesz a tömeg. És szerintem ez az, amit el kéne kerülni Magyarországon is, meg úgy általában is, és egy picit ez a pályamunkákon látszódott, hogy nagyon egy vagy két irányba gondolkodnak, és még mindig nem annyira bátrak, mint amennyire lehetnének bátrak. Mik voltak a saját személyes szempontjaid a zsűrizés folyamán? Nem voltam annyira szigorú, mint amennyire lehetnék. Kerestem az egyediséget, és igazából a három nyertes szerintem mutatja azt az irányt, ami már a többieknek is gondolkodni kéne. Vivian, te lettél a Marie Claire szakmai díjának nyertese. Nehéz volt kiválasztani ezt a szettet? Úgy gondoltam, hogy egy nagyon egyszerű darabot keresek, amiben van egy pici különlegesség, és ennek a házmegoldása ilyen nagyon nyitott, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezzel fogok jelentkezni erre a versenyre. Amúgy is nagyon szeretem a romantikus témát, és imádok online böngészni, úgyhogy ezt a ruhát is online rendeltem. Zsófi, téged választott a Hungária külön díjasának, joghallgató vagy. Mennyire izgat téged a divat, és mit mondanál erről a szettedről? Mondanám azt, hogy szívügyem a jog, de nem lennék teljesen őszinte, két szívügyem van. Van egy a jogi területen, és van a divatban. Szerettem volna azokat a jegyeket megmutatni, amik egy randevúnak a millióját áthatják, azokat olyan formákat, olyan színeket, fazont választottam, amikben mindegyikben benne van az a fajta romantikusság és az a vája, amit keresünk egy randevúban, legalábbis amit én keresek. Blanka, te kaptad a legtöbb szavazatot, hogyan élted ezt meg? Nagyon-nagyon örültem neki, igazából nem is számítottam rá, hogy én kapjam a legtöbb szavazatot, mivel nem vezetek blogot, de nagyon örülök neki, hogy úgy gondolta a közönség, hogy megérdemlem ezt a díjat, és ezúton is nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Művészettörténész hallgatóként mi a viszonyod a divathoz? Azt gondolom, hogy egy szép ruha, mint például amit választottam, Charmaine Nori ruhája felír egy műalkotással, ezért nagyon szerettem viselni, és már többször is viseltem Charmaine Nori ruhát, most igazán különleges élmény volt itt fölvenni és megmutatni a színpadon, aminek szerencsére nagyon nagy sikere volt. Rovatunkat támogatta a Hungária Pezsgő.